Szabi csapatkapitányként hogy értékeled az elmúlt néhány napot? Uh-huh. Elmúlt több mint egy hetet a felkészülésből, illetve a Büki edzőtáborban. Hát ugye ez a harmadik hét a felkészülésnek, és most abban a periódusban vagyunk, múlt hét és ez a hét, ami a legkeményebb ebben a felkészülésben, úgyhogy a csapat elég nagy terhelést kap itt a Büki edzőtábor alatt, és folyamatosan jönnek, meg voltak is edzőmeccsek, úgyhogy most vagyunk szerintem a csúcsterhelés közepén, és szerintem az edzők is elégedettek a munkával, és a csapat is úgy áll a munkához, ahogy ezt ilyenkor kell. Számodra mennyiben változott meg a munka az elmúlt? Milyen társnak ismerted meg itt Pestben? Eddig szerencsém volt Újpesten, mert mindig olyan kapusokkal dolgoztam együtt, akik segítettek engem a munkába, és én is tudtam őket segíteni. Hát a végzőtán egy teljesen más, hogy mondjam, műfaj, nem is tudom, hogy mondjam. Több mint 500 első osztályú meccse van, rengeteget lehet tőle tanulni, mind emberileg, mind a pályán. Úgyhogy nagyon jó, úgy érzem, hogy vele is megtaláltuk az összhangot, és tudunk együtt dolgozni. És egy óriási segítség a Pálinkás Andi, Bandi Bá is, úgyhogy nagyon jó a munka. Holnap játszunk az első igazán komoly edző meccset, a lengyel bajnokcsapat lesz az ellenfél. Mit vársz te a holnapi mérkőzéstől? Mi az, amit ilyenkor esetleg figyelni érdemes, vagy esetleg éppen nem érdemes? Tehát mennyire a játék lesz a lényeg, vagy esetleg az, hogy megkapja a terhelést a csapat játékban? Hát itt már arra is kell figyelni szerintem, hogy taktikai dolgokra is kell, úgy érzem, hogy figyelni. Biztos, hogy nem lesz friss a csapat, és ez most nem is elvárás szerintem a csapattól, hogy friss legyen. Mindenképpen taktikai gyakorlásnak nagyon jó, és egy nagyon erős ellenféle fogunk találkozni a lengyelek személyében. De én úgy érzem, hogy most már az eredménynek is számítania kell, mert minden mérkőzésen az eredmény is számít, úgyhogy úgy állunk neki a mérkőzésnek, hogy olyan eredményt érjünk el, ami számunkra is jó. Hogyan jó. Mutatnád, de milyen... Jó. Negyedszerre vagyunk, azt hiszem én negyedszerre vagyok itt, vagy harmadszorra vagyok itt edzőtáborban, és ennél jobb helyet el se tudnám képzelni edzőtáborozásra. Minden a pálya adott, a körülmények adottak, és a regenerálásokhoz, ami a munka mellett a legfontosabb, ott is minden adott, úgyhogy én nagyon szeretek itt lenni, és a csapat nevében is azt szeretném mondani, hogy szeret itt lenni mindenki, mert nagyon jók a körülmények, úgyhogy ennél jobb helyet keresve se találhatunk volna.